pont olyan volt, hogy kinézett, szar lett, nincs mit szépíteni rajta, elrontottam. Majd két nap múlva tizen valamit javítani szeretnék. Jó verseny volt, hát elég nehéz verseny volt, már az elejétől hatalmas iromot diktáltak a többiek. Egy kis taktikai malőr volt tényleg, hogy az elén rossz helyről indultunk, az kicsit szerencsétlen volt, és onnan beragadtunk, nem igazán tudtuk, sose utolért az első bolyt. Az elejétől kezdve hatalmas iromot diktáltak. A végén úgy tudtam érni Rassót, de addigra már tőle is leszakadt az első boly. Hol rontottad el, azt tudod-e? Már rajtnál, de hát ez így sikerült, majd meglátjuk, hogy legközelebb milyen ki belőle. De azért összességében elégedett vagy ezzel az eredménnyel? Hát nem mondanám elégedettnek magamat, mivel úgy érzem, hogy amilyen gyors voltam a végén, és az első kör végétől abban a másik két körbe, úgy érzem, hogy ha az elején ott tudtam volna maradni ebbe az első bolyba, akkor bármi történhetett volna. Mi lett volna a taktika egyébként? A szokásos, mentem volna előre. Ben voltunk a mezőny közepén a rajtnál, onnan nem lehet eljönni úgy, ahogy szeretnénk, tehát ott vagy beleállok a bunyóba, és akkor azzal megy el egy csomó energia, vagy egy kicsit később indulok, és aztán megpróbálok előre menni. Ezt az utóbbit választottam, általában ezt szoktam, most nem jött be, nagyon elmentek az elején, úgyhogy ezt elrontottam. Mekkora erőt adott egyébként az, hogy sikerült rögtön egy váltóezüst elkezdeni ezt a világversenyt, világbajnokságot? Hát mindenképpen nagy löket volt, és így nagy motiváció is volt. Szóval most ez a kicsi malőr nem fog annyira letörni, remélem, és a 10 kilométerre koncentrálunk. Hát a váltó ezüst tegnap volt, ez meg most van, úgyhogy ez most sokkal jobban zavar, mint amennyire örülök a tegnapi ezüstnek. Tegnap volt idő örömködni, most meg ez az 5 volt, ami a feladat volt, ezt elrontottam, mondom, innentől menni kell tovább a 10 kilométerre. Egy szünapot tartunk, mindenképpen pihenünk, masszázs, levezetések, nyújtások, aztán megpróbáljuk jobban odafélni tényleg erre a rajtra, az első körre, 10, hogy ha ekkor irammal fognak kezdeni, akkor ott maradjunk és ne szakadjunk le. Ja, a hazai pályán versenyeztek, arra egy kicsit tudnál mesélni, hogy egy nyílt vízű úszónak mit ad a hazai pálya egy világversenyen? Hát most erre nem tudok nagyon más mondani, mint a medencések, a szurkolókat halljuk, egyébként víz úszni kell, úgyhogy semmi más nem tud hozzátenni. Hát mindenképp hatalmas löket, tényleg itt vannak a családa, aki fontosak, nekem mind itt van. Szóval nagy löketet adnak, és sajnálom, hogy így nem tudtam megmutatni nekik, hogy mégis mire vagyok képes.